Sok víz lefolyt a Dunán, mióta kiderült, hogy Magyarország 2017-ben vizes világbajnokságot rendezhet. Ez a számláló mutatja, mennyi versenyúszodai medencét tudna megtölteni a Duna, gyorsan pörögnek a számok, a 10 millión is túljutottak már. A vizes világbajnokság költségvetése pedig 130 milliárd forinton van túl. Ez jelent meg a sajtóban, miután a világbajnokság szervezőbizottságának elnöke Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter zárt körben ismertette a számokat. Eszerint szervezési költségekre és jogdíjakra 38,6 milliárdot, a versenyeknek helyt adó Duna arénával együtt az építkezésekre 92 milliárdot költenek. A szervezők azonban úgy számolnak, hogy ennél jóval kevesebbe kerül a világbajnokság. A legtöbb eseménynek helyt adó uszoda árát például nem számolják bele a költségvetésbe. Abba semmi. Hát ezt nem is számolják bele, az uszoda árát a vizes VB árába. Hát az uszoda az nem a vizes VB miatt épült meg ilyen hamar, de egyébként Budapestnek szüksége lett volna vízfelületre, és szüksége volt új uszodára. Tehát én azt gondolom, hogy a vizes világbajnokság szervezési és rendezési költségeibe, mivel az uszoda itt marad, nem számít bele. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium csak azokat a létesítményeket számolja a költségek közé, amelyeket utána elbontanak, ilyen például a Batthyány téri ugrótorony. Ezekre a létesítményekre összesen 7,8 milliárd forintot költenek, így a szervezési költségekkel és a jogdíjakkal együtt szerintük az egész kijön 46,4 milliárdból. Vagyis nem veszik hozzá azt a 84 milliárd forintot, amelyet szerint a fejlesztésekre amúgy is elköltöttek volna. Ez végleges összeg. Ezt mondja a szervezőbizottság szóvivője, máshogy tudja a sportért is felelős miniszter. Van még néhány tétel, ami hozzá fog majd jönni ez, és aztán majd megnézzük, hogy megérte a befektetés, én bízom benne, hogy igen. A szocialisták szerint soha nem térül meg a beruházás. Azt sem nagyon értjük, hogyha valakik egy ilyen beruházásnak a költségvetését nem tudják előre, még csak körülbelül se belőni, akkor hogyan csinálnak egy országnak például a költségvetést évről évre. A szocialisták szerint az is növelte a költség, hogy nem volt verseny a kivitelezők között. A vizes VB szervezőinek 2015 óta nem kell nyílt közbeszerzési eljáráson kiválasztaniuk a világbajnoksághoz kapcsolódó beruházások kivitelezőit. A parlament ugyanis felhatalmazta a szervezőket arra, hogy minden esetben sürgősségre hivatkozva elhagyhatják a normál közbeszerzési eljárást, és tárgyalásos úton választhatják ki a kivitelezőket. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.